Sziasztok! Körülbelül egy hónapja egy büszke apuka rám írt, hogy a 6 éves kislánya, 6 éves kislánya készített nekem egy kalandpályát. Milyen menő már egy 6 éves kislány? Mármint úgy értem, hogy hát mit tud az ember 6 évesen? Épp hogy iskolába járnak, nem olyankor kezdenek el iskolába járni az emberek, talán még írni sem tudnak, nem tudom. Azt a címet adta a pályának, hogy Survival Terv. Hát akkor lássuk, egyébként Pannának hívják, kedves Panna, lássuk, mit alkottál. Igen, egy ilyen szobában indulok. Azt mondja, zeyeyerre, játsz békés mód. Van ami kaja, meg itt is vannak írások. Igen, a saját nyelvével ez is. Aztán lehet, hogy igazából titkos üzenet is, hogy meg kéne fejteni. Ki tudja, ezeket felveszem. Természetesen kapok egy full gyémántszettet, a klasszikus. Igen. Kis kocsikázás. De hát nincsen nálam kulcs. Hát úgy látszik ennyi. Panna jól megszivatott. Bezárt egy terembe. Kiszabadítottam magamat. Lehet kraftolni meg. Sok szén van a sütőben, de nincs mit sütni. Hát ennyi, akkor belállok ide a lyukba. Ez volt Panna pályája, mondom 6 éves. Szóval milyen aranyos már, most képzeljétek el, kisgyerek, ki se látszik az asztal mögül. Szóval köszönöm Pannának a pályát, nem fogok ebből természetesen rendszert csinálni, hát ugye a nézők azok nem szívesen néznek ilyen pályákat. Aztán kapnám a sok szídást, hogy bezzeg az ő pályákról nem csinálok, pedig sokkal kidolgozottabb. Nem, hát természetesen azt akartam bemutatni, hogy milyen kicsik is vannak, és hát akárki akármit mond, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy milyen közönséged van. És erre azt értem, hogy hát természetesen a kisebbeket könnyebb befolyásolni, könnyebb, nem inkább úgy mondom, hogy könnyebb rossz útra téríteni, úgyhogy erre oda kell figyelni. Ugyanakkor a szülő felelőssége, hogy mit néz egy gyerek. Tehát én csinálhatok akármilyen videókat, de a szülőnek kell odafigyelnie, hogy azt megnézi a gyereke. Szóval ez a pályával csak ezt a témát akartam előhozni. Videósoknál gyakran előjön ez, szabad káromkodni vagy nem. Ugye náluk főleg ez itt jön ki, hogy akkor most káromkodjak, nem káromkodjak, szabad-e, nem szabad, illik, nem illik, meg hát ugye ott van, hogy én ilyen káromkodós vagyok, akkor minek játszom meg magam, én káromkodósan csinálom. Szóval írjátok meg a véleményeteket, ti hogyan látjátok. Szabad, nem szabad, lehet, nem lehet. Ki a felelősség? Jó, azt nem mondom, hogy a videósi a felelősség, viszont egyértelműen ő is hozzátesz, tehát neki is oda kell figyelnie. Na mindegy, szóval írjátok meg. Sziasztok! Elérkezett a kirakós sorozat utolsó része. Őszintén szólva egy kicsit már untam a végére, ugye megvoltak a sablonpályák, de azért itt a vége felé tényleg voltak igazán igényes és kidolgozott pályák, úgyhogy végül is ugye a végére sokkal szórakoztatóbb volt, mint hogy az elején tűnt, ugye. De egyszer minden jónak vége szakad, nekem is van még sok ötletem, szerintem lesznek még a jövőben ilyesmi, neki is hívjam kalandpályaépítő kihívások, ugye, mint volt korábban az egypercesek, vagy ez, valami ilyesmi, még nem tudom, majd meglátjuk. Viszont facecam nem lesz, hát eddig se volt, úgyhogy ezt most kikapcsolom. Így, akkor lássuk az első pályát. Hú, gyorsan puskáznom kell. Az a cím, hogy játék forradalom, és most nem akarom bemondani a nevét, mondjuk Jóska készítette. Remélem ki lesz írva a pályán. Igen, egy szobában. Ó, a kanapén ülünk. De jó díszpárnák, azt a minden de ötletes. Ha, ezt lehet, hogy el fogom lopni. Ez a készítő non-stop. Ezt nem te mondod. Ja, mert hogy lesz szövegem. Na, és akkor szabályokat gyorsan. Ne csaljak, maradjak kalandmódban, igyak tejet. Én nagyon szeretem a tejet. Igen, és a kakaót is? Azt nem! Nem menj ki a pályáról, ha valahogyan ki tudnál menni, a kék a beszédei színe. Hát akkor mi nem írtad más színnel, hanem én mondom. Te egy grafikus vagy. Egy játékészítő csoportnál dolgozol. Egy nap a főnököd egy játékforradalmat akar indítani. Ez azt jelenti, hogy egy nap, jövő hét pénteken éjfélkor rengeteg játékot fogtok kiadni. Ilyen pályát még sosem láttam. Jövő hét pénteken pont. Ajjaj, mennem kell dolgozni. Egyel is telt egy hét. Ja. Milyen megnyom a gombot? Semmi.
Ez mi, három monitorom van? Állat. Ezen a munkahely így? Hát legalább nem kell korán kelni. És jó a főnök. És jó a főnök. Azt mondja, na végre, azt hittem, hogy sose érsz ide. Tehát tényleg, akár át is jöhettél volna, bekopogsz az ablakon, ezt fölébredek. Ma lesz a nagy est, szóval már előre be kell állítanunk az áramot. Jó. Csak nyomd meg a gombot, azon a parancs kockán, és készen is leszünk az árammal. Utána, majd mondom, mit kell csinálnod. Hát, ez szép főnök, csak egy gombnyomással is ugráltat. Virgil. Ez lesz ez a parancs kocka. Elektromosság. Mi történt? Azt mondja, ugráljak. De ez mi? Eddig jó volt a pálya, de mi ez a felhős rész? Hát ez mekkora szemétség volt. Ja, hát én minek szenvedek? Hát is simán felugrok idáig. Ó, menj tovább. Ja, hogy ráadásul le kell jönni. Ó, Istenem. Út a csodaországba egy számítógéppel, nem csodás? Kezdem elveszteni a fonalat. Azt mondja nekem ez a Virgil, vagy Virgil, vagy nem tudom, hogy kezd mondani. Na végre, hogy felébredtél, pár dolog történt, miközben te a földön rángatóztál. Köszönöm, hogy segíteni próbáltatok. Mi és mi volt ez a robbanás? A játékok életre keltek, mindenhol ott vannak a játékok karakterei, és elfoglalják a munkahelyet. Csak idő kérdés, hogy mikor érnek a városhoz, de ami jó, hogy a jó fiúk a játékba meg akarják állítani őket. Hát akkor mire várunk? Indulás! Még egy dolog, a kiárat beomlott, szóval a hosszabb úton kell menned. Most nézze, van-e a hús? Jó volt egy olyan, hogy igyak tejet. Hát, majdnem kell, majd leszeltem egy rossz effekt. Helyenként tök jól van díszítve. Tehát például ez a kanapé tök jól is, ilyen díszpárnás kanapé. És viszont valahogy olyan üres az egész, nem tudom, olyan üresek a falak. Ez a terem valahogy üres, tehát olyan, mint olyan külön a bútorokat tudja, de hát túl messze vannak egymástól, szerintem az a gond, vagy... Tjúhó. Jaj, nem mondod. Ez az. Láda? A kanyar jöhet. Még egy kar. Ezt maranyra lehet lerakni, ha. És akkor erre én azt gondolom, hogy erről az útról nem tudok tovább jutni, mert az ajtó el van tollaszolva, viszont még tudok a másik irányba menni visszafele. Sodorszedő lapát, falbontó csákány alatta, üvegtörő balta, milyen vészhelyzeti tárgyat szeretne? Mindegyiket vazze. Vitaker, ha jól mondom, azt mondja, hogy hála égnek, valaki időt segíteni. Miért? Nem tudod kinyitni a ládát, hogy kinyisd a vasajtót? Pontosan, ugyanis valami számszer kéne hozzá. Valami számszer? Talán valami íjszámszer, vagy szeri szám, ja értem. Számszeri kell hozzá. De most nincs olyanunk, jól tudom? De van a másik szobában, oda vitte a Mester íjász nevű játékunkból egy íjász. Talán azzal ki tudjuk nyitni a ládát, amiben a kulcs van az ajtóhoz. És itt árválkodik egy kommandó. Ennyi? Hát akkor itt a kulcs. Beszélgetés. Kivel, ajtóval vagy magammal? Louis. Meneküljetek, még tudtok. Ne, Louis, vagy Louis? Louis? Louis lesz, nem érdekel. Louis, megyünk segíteni. Nem, menjetek tovább, meg tudom védeni magam, és nektek kell kijutni innen. Balra van egy ajtó, ha azon túlmentek, lesz ott egy ellátmány, hogy megöljétek az úton állókat. Most siessetek, mert nincs sok időnk, hogy leállítsuk őket. Miért? Hogy tudnánk megállítani őket? Majd kint elmondom, de siessetek! Az elit felszerelés vészhelyzet esetén... Bocs, el kellett vinnem a felszerelést, mert kevés volt a pénzem, és el akartam adni valahol, mivel nem hiszem, hogy egy gyémánt páncélra és egy gyémánt kardra szükség lesz valaha. Oké, poén. Ha netalán mégis, akkor itt egy fogpiszkáló. És legalább atomübertább fogpiszkáló? Hát, nem igazán. Útonálló. Ja, ez is ugyan megcsinál, hogy akárszor állítok a gombra, annyiszor legyártja? Na. Ó. Oh. Úgy megöllek, hogy megfalsz. Ó, és sikerült magam beverekedni. Ja, nem kell, van itt ajtó. Meg jó, hogy mindent elvittem. Ja, és mindenki boldog.
Virgil, most már így hívom, a mögöttem lévő úton el tudunk jutni az udvar közepére, az útvonal jobb-jobb-bal-bal. Lois azt mondja, végre, hogy ideérte az admirálisan, már régóta itt keresünk titeket, a piros csigák elrabolták a főnököt. Az admirális szerint azok a vörös csigák, akik a csigaütő nevű játékunkba voltak. Kertben keresjük őt is régóta, de még mindig nem találtuk meg a főnököt. De ezt veszem, hogy nézzek ki. Az admirális, nem erre vannak a piros csigák? Nézzük meg az oltárt. Akkor, ha már voltál a nagyvárosban? Ajaj. A főnök mondja azt, hogy köszönöm, hogy kiszabadítottatok, de ezek a csigák megvédtek engemet. Egy kicsit eltévedtünk a kiskertben, mert egy kicsit nagynak építetted, viszont ha nem lett volna Virgil, aki tudta az utat ide hozzád, akkor mi még mindig ott lennénk. És aztán mondja Lois, sietnünk kell a ládában lévő kulcsot hozzad, mert a garázs ajtaja be van zárva, és valahogyan ki kell, hogy nyissuk. Akkor mire várunk? Indulás! Nyam, 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 nyam. Na, végre. Lenne pár kérdésem. Mondjad, miért van lezuhanva a helikopterek harca nevű játékunkból a nehezen megszerezhető helikopter? Azért, mert meg kell állítanunk azt, hogy a helikopter felrobbantsa a munkahelyet, így még időben hívtuk a katonaságot. Gyorsak kértek ide, és felrobbantották a helikoptert. De aztán nem mentek, és a többi rossz jut meg ott hagyták. Miért vannak itt ezek a fák? Először a fák államait akartuk kihívni, de ők túl messze vannak innen, és így az Egyesült Államok hadseregét hívattuk. Mi van? Hogy jutották ki a sötét csontvázaktól? Azok, akik a sötét világ nevű játékunkban vannak. A karakterem olyan kérdéseket tesz fel, amikre valójában nem is gondoltam, hogy egy ilyen fura érzés ez egy kicsit. Az admirális pont időbe jött segíteni, ugyanis valaki lenyúlta a vészfelszerelést, és így egy kanállal kellett harcolnom ellenük. Hagyjuk is, inkább menjünk a városba pár felszerelésért. Hát ennek a szövegnek a felét úgy értettem. Ha végeztél, menj az oltárhoz a kertbe. Mivel végeztem? Mert meg volt húzva elő a kar. Jaj, de rossz. Isten, mi kell? Melyik úgy csákány? Egy rásfeszítő, egy fegyver, ha most nincs. Ez egy hatalmas pálya. Én komolyan fogom venni ezt, ha 5 perces legyen, és nem viszem végig a hosszúkat. Szóval, ha megvannak a cuccok, amik kellenek, akkor be tudsz jutni, de viszont lesz bent pár zombi, akit meg kell ölnöd. A jelzőfény szedd ki az oltár mögött, és vége ennek az egész őrületnek. Miért? Mi van azzal a jelzőfénnyel? De komolyan ez lesz egy marácsok. Erős a kísértés, hogy szedd blokkot használjak. Lehet, hogy ide el kéne sütnöm megint azt a nyugtató zenés poént. Aha, Istenem. Kész, nem bírom. Másik tuti szedblokk lesz. Hát szíves örömes, ugrok 500 métert. És meghalok, meghát. Itt a befejezés. Itt vagyok a mennyben, non-stoppal. Köszönöm, hogy végigvitted a pályámat. Itt van a páncél, amit elvittem. Végül nem adtam el, mert pont megjött a fizetésem. Fantasztikus! Még egyszer köszönöm, hogy végigvittem. Igen, de mi volt ez? Hát hol a befejezés? Mi lett? A játékok elszabadultak? Akkor most elfogtuk őket? Vagy... Jó, végülis van még egy befejezés gomb. De amit csináltam, hogy a végén leugrok egy lyukba és meghalok, az úgy valahogy nem is tudom. Na mindegy, lássuk. Miután szétütötted az oltárt, leestél az alatt a lévő lyukba. Egészen véletlenül. És folyadat értél a város közepén. A mentősök kijöttek, érted, és megmentettek. A következő kettőt most átugorjuk. Az egyiknek a készítője azt kérte, hogy hagyjam ki a pályáját, nem elégedett az alkotásával. Hát ezt egyrészt nagyon becsülöm, hogy ilyen önkritikája van, másrészt viszont csinálhatta volna addig, amíg elégedett nem lett volna vele, és aztán elküldi, mindegy, kérésére kihagyom a pályáját. A másik viszont annyira jól sikerült, hogy úgy döntöttem, megérdemel egy külön videót. Szóval lássuk a kirakó sorozat utolsó pályáját. A mai utolsó pályát, sőt a sorozat utolsó pályáját World Killer Hun készítette, és ez a címe, hogy Csiga Kaland.
Érdekesen indul ez is egyébként. Jó, hoha, ide hányít egy csomó szöveget. Azt mondja nekem Bruce. Üdvözöllek, én Bruce vagyok, a pálya készítője. Szóval nem Bruce. Az e-mail alapján mondtam a nevet. Most körbe vezetlek egy kicsit. A szabályok, ne használják parancsot, ne használják game rule-t, kalandmód, ne üssek ki blokkot, békés, oké. Okay. Történet, egy szivas játékos vagy. Na, érdekesen hangzik. Épp a szivas 763-at játszottad, amikor kiestél a világból, és itt találtad magadat, találkoztál velem, és én elmondom, mi történt. A piros csigákat, Pircsit és Pircsát szétválasztották, és neked kell megmentened őket. Mármint egy-ketté vágták őket, úgy kell értem, hogy szétválasztották. Beszélj az admirálissal, és ő majd még sok mindent elmond, és hát van egy indítás, akkor indítsunk. Na hát, Csabiny, csak nem Csabiny, az admirális. Jasszusom. Azt mondja, nem erre vannak a piros csigák. Rendben, de honnan tudja, hiszen látom innen őket. Mi? Mi? Az piros csiga? Ja, lehet, hogy nem látom innen őket, vagy nem tudom. Nem baj, ez lezárt terület. De nekem Bruce mondta, hogy jöjjek ide és beszéljek Pircsával, hogy merre van Pircsi. Akkor menjen, én csak annyit tudok, hogy Pircsit elrabolták, és valami számszeríjat kell adni a bűnözőnek, hogy visszaadja. Pircsa még annyit mondott, hogy amíg el vannak választva, a dimenziók instabilak, és bármikor dimenziót ugorhatsz. Köszönöm. Kicsit kreatív lett az a helyes írás. Pircsa. Szia, Pircsa vagyok, Pircsit elrabolták, valahova az üvegantennánál hallottam egy sikolt. Megyek és már is megnézem, köszönöm a segítséget, visszahozom Pircsit. Köszönöm. Megvizsgálod a terepet. Itt nincs semmi, de remélem Pircsi erre van. Jaj, ne, pont a parkour dimenzióba. És megint itt van az admirális. Igen, meg kell szerezni a számszerűet, azzal visszaszerzed a csigát. Azt se tudom még hol van. Rendben, merre keressem? Ha mész egy keveset a fadimenzióban, és már ott is vagyok, egy ládában lesz. És a fadimenzió merre van? Ha mész egy ideig a dimenziókban, véletlen rátalálhatsz. Köszönöm a segítséget, most megyek. Remélem még találkozunk, én is. Egyébként ez is egész ötletes megoldás. Jój! Eddig láttam a nyomónapot. Szerintem nem volt jó ötlet elrabolni ezt a csigát. Minden romokban van, de minden, majd csak jobb lesz. Meg vagy most? Nem? Jaj, nem már, megint dimenzióugrás. Hú, nem láttam. Lehet, hogy látni kellett valamit a fadimenzióban. Elektromosság. És megint a fadimenzióban vagyok. Ott van a számszerű, ne! Oké, poén. Megvan a számszerű. Ja, hogy kik is kellett volna bennem? Hát erre nem gondolt. Azt hittem ez a poén, hogy pont akkor ugrok dimenziót. Megvan a számszerű, végre helyreállt az univerzum. Most visszamegyek a szivas univerzumba végre. Köszönöm a számszerűet, és bocsánat, hogy elraboltam Pircsit. Ja, hogy kihagytuk azt a részt. Oké. Csak azt hittem, ehető. A számszerűet pedig elpusztítom, hogy senki se használhassa az univerzum szétválasztására. Rendben, minden legnagyobb rendben. Végre hazatérek. Köszönöm, hogy végigjátszottad. Hol volt a kőfa? Arra nem először láttam volna, meg az a létrás rész. Tehát, hát ez volt a kirakós kalandpályák. 7 rész, ez ugye 7x4, azt hiszem kivétel nélkül mindegyikben így pályát vittem végig, vagy volt, hogy 3-at, tök mindegy. Voltak nagyon jó pályák, kevésbé jó pályák, sablonpályák, meg nagyon szépen kidolgozott kreatív pályák. Elég elhúzott a dolog, úgyhogy most sajnos más pályát nem tudom idézni, úgyhogy kénytelenek visszanézni a részeket, hogy milyen jó pályák voltak, de más pályákat is dicsértem, emlékszem. Az egyperceseket is szoktátok emlegetni. Átüntetem ezt innen, na. Sokkal szebben nézek ki, mint célkereszttel a fejemen. Szóval azt is szoktátok emlegetni, az egyperceseket, úgyhogy azon is gondolkodom néha, hogy megint csinálok egy ilyet, hogy beküldtök valamennyi pályát, de tuti válogatni fogok, tehát sok ilyen van, úgyhogy... Úgyhogy szerintem inkább több ilyen sorozatot csinálok, csak rövidebbeket. Beküldtök egy csomót, és én csak a legjobbakat mutatom be. És akkor nem lesz ilyen sok részig elhúzódó. Az egypercesek nem is tudom mennyi volt, 30 rész. 30 valamennyire emlékszem, mindegy. Ez is ugye 7 részen keresztül húzódott, hanem egy-két részben lerendezni ezeket a pályákat.
Szóval még egyszer köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a kis játékban. Igen, lesz még ilyen, mármint, hogy ilyen játék nem kifejezetten kirakós, de lehet, hogy egyszer olyan is lesz. Remélem, ti is élveztétek a pályákat. Írjátok meg, hogy ti mely pályákat szerettétek a legjobban, nem csak ebben a részben, hanem úgy az egész kirakós sorozatban. A kézikönyv óvjon!